este egy nagyon érdekes témával fogunk foglalkozni. Úgyhogy szeretnék még egyszer mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel köszönteni Erdély ország fővárosából, a Kincsesvárosból, Kolozsvárról jelentkezünk ma este. És a mai témánk a cukorbetegség mint biológiai program, ennek az értelme, ennek a lehetséges okait fogja dr. Budai László Károly szabad foglalkozású orvos természetgyógyász, germánygyógytudomány terapeuta elmondani. Az én nevem Budai Orosz Réka, én mint házigazda, mint háziasszony vagyok ma este hallható. A webkonferencia első részében Karesz elmondja, hogy mi is az a germánygyógytudomány, talán vannak köztünk olyanok, akik még nem ismerkedtek meg ezzel a fantasztikus gyógytudománnyal, mint a neve is elmondja, ez a gyógyítás és az élettudománya. Aztán elmondja, hogy mi okozza a cukorbetegséget, mi ennek az értelme, mivel kialakulását befolyásoló tényező, és aztán a fórum részben pedig a cukorbetegséggel kapcsolatos kérdésekre válaszol. A fórum első részében, tehát a témához köthető kérdéseket várjuk, és aztán, ha marad időnk, egészen pontosan éjfélig, akkor megbeszéljük az egyéb témákat is. Akkor vágjunk bele, és nagy szeretettel átadnám a szót dr. Budai László Károlynak, hogy mondjál nekünk, hogy mi is az a cukorbetegség, hogyan működik ez a germánygyógytudomány tükrében. Karesz, a szó a tiéd. Köszönöm szépen Rikának a felvezetést, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit én is a mai este. És hát nagy fába vágtuk a fejszénket, mert a cukorbetegség egyre több embert érint, sőt, Amerikában már azt is elmondták, hogy a 18 év alatti korosztályban egyre nagyobb mennyiségben fordul elő a kettes típusú diabétesz. Na most tudni kell, hogy a cukorbetegség egy biológiai program. Itt túlélésről van szó kőkeményen, de hát amíg nem ismerjük meg, hogy ez miért alakul így ki, addig nem fogjuk tudni azt sem megérteni, hogy hogyan lehet ebből kilépni. Úgyhogy azért is tartok egy bevezetőt mindig a Hammeri medicinának az öt biológiai természettörvényéből, hogy aki először hallgatja, az is tudja, hogy egyáltalán miről van itt szó. Hammer doktort természetesen minden alkalommal meg kell említeni, hiszen az ő élete nélkül, az ő munkássága nélkül mindezt nem tudnánk. Az egyetemen nekünk még ilyet nem tanítottak. Ezt bár akkor én már egyetemista voltam, amikor Hammer az első biológiai természettörvényt felfedezte, de természetesen még mindig nem oktatják. Miért természetesen? Ezt meg fogjuk érteni, mert ha valaki megismeri a germán gyógytudományt, akkor önerejéből képes lesz meggyógyulni, legalábbis a betegek 80%-a biztos. A többieknek elkél az orvosi segítség, főleg ha előre haladott állapotban van a betegségük, bármilyen betegségről legyen szó, de ha valaki ezt józan paraszti ésszel végig gondolja, akkor rá fog jönni, hogy gyakorlatilag Hammer doktornak igaza van. Rikeget Hammer 35-ben született, a május 17-én töltötte a 82. születésnapját, kitűnő egészségi állapotnak örvend, hál' Istennek még mindig. Az ő életének a tragédiája arról szólt, hogy 1976-ban eldönti az orvos feleségével együtt, hogy elmennek Olaszországba, Nápolyban mégpedig Nápolyban, hogy ingyen gyógyítsák a betegeket, hiszen az ő megélhetése a találmányai után már biztosítva volt, a jogdíjakból el tudták tartani magukat, mert egy feltaláló orvos, teológus, tehát nem csak medicinát, hanem teológiát, sőt fizikát is végzett, és számtalan felfedezésének köszönhetően a jogdíjak már biztosították az életét. A 76-ban el is mennek Nápolyba, és két év múlva 78-ban egy korzikai hajókiránduláson vesz részt a család, velük van a 19 éves fiúk, és Dirk Hammer,
aki itten egy szerencsétlen baleset áldozata lesz. Az olasz trónörökös, a savoyai herceg, Emmanuel herceg, tehát az olasz királynak a fia, erősen alkoholos állapotban, két lövéssel véletlenül, ugye, halálosan megsebesíti a csónakban pihenő Dirk Palmert, akinek az életéért az apja 111 napon keresztül küzd, majd 78. december 7-én meghal a fia a karjai között. Két hónap múlva Hammer doktornak heredaganata lesz, aminek a megoldása egy műtét volt, fennmódsugarat nem engedett alkalmazni, és az orvosok 1% túlélési esélyt jósoltak neki, mivel hogy a hasa tele van úgymond átétekkel. Hát amit látjuk, ez az orvosi jóslás nem teljesedett be, de Hammer elgondolkodott azon, hogy amíg a fia élt, ő teljesen egészséges volt, és biztos kell legyen valami kapcsolat a fia halála és az ő heredaganata között, vagyis a fia elvesztése és az ő heredaganata között. Visszamennek Németországba, ahol intenzív kutatásnak áll neki, és a daganatos betegeket sorra kikérdezi, újra fölveszi az anamnézist, és kiderül, hogy minden daganatos betegnek a daganat megjelenése előtt volt egy nagyon súlyos lelki megrázkódhatása, amit hát váratlanul, meglepetésszerűen hirtelen következett be, és ez érzelmileg, hát mondjam úgy, hogy padlóra tette a beteget, mindezt magányosan érte át, és benne ragadt a konfliktusban. Ezt minek utána több száz betegen is bizonyította, hogy a lelki meggázkódtatás az agy közvetítésével szervi állátozást indít el, ezt úgy közölte, hogy ez a rák vastörvénye, és ugyanakkor még koponya CT nem létezett, de mert biztos volt benne, hogy az agyban ott kell legyen a lenyomata annak a lelki megrázkódtatásnak, ami az embert váratlanul, meglepetésszerűen éri, és egy nagyon súlyos dologról van szó. Ezt aztán a koponya CT mindezt igazolta, és azt is tudni kell, hogy ez a lélek agyszertengely, hát aki most már több egyszer hallja, hát azt mondja, tehát ez olyan nagy valami, hát nem így tanítottak minket, teljesen más elméletek alapján történt a orvos képzés, és történik még ma is, és látni fogjuk a mai előadásban is, hogy miről szól az orvosok oktatása, illetve a gondolkodás, és miért nem találjuk meg a krónikus betegségeknek, a daganatoknak, a pszichózisoknak, az allergiáknak a megoldását, mert hát nem azt keressük, ami a kiváltó tényező. Nos, a szervi elváltozásból mindig rá tudunk kérdezni, Hammer doktor tudományos táblázata alapján arra a lelki megrázkódtatásra, amit az illető átélt, és itt a lényeg az ő megélése, és nem a történet maga. Persze a történetet fogja megtalálni, amiben ő ezt élte meg, és innen következik aztán, hogy hogyan tovább. Tudni kell, hogy a konfliktus pillanatában a rögzülnek a körülmények, ezeket sineknek nevezi Hammer doktor, és természetesen, hogy amikor már, ha nincs feloldva a konfliktus, akkor ezek a sinek gondoskodnak arról, hogy hasonló körülmények között újra és újra végbe menjen az a biológiai túlélő program, aminek a grafikus ábrázolását itt láthatjuk. Hammeri iránytűnek is szoktuk ezt nevezni. A lényege ennek az egésznek, hogy a vízszintes tengely, ami itt van, az időtengely, és láthatjuk, hogy van a konfliktus becsapódásának a pillanata, DHS, Dirk Hammer szindrómát jelent, majd ameddig ugye benne ragadunk a konfliktusban, addig tart a konfliktus aktív szakasz. Tehát ez a kék zóna a konfliktus tömeget mutatja, itt az idő, illetve az érzésnek az intenzitása fogja meghatározni, hogy mekkora ez a konfliktus tömeg. Amikor ez megoldásra kerül, ez a KM a konfliktus megoldását jelenti, akkor a szervezetünk visszacsinálja azt, amit a konfliktus aktív fázisban a túlélés érdekében megtett.
A konfliktus aktív fázisnak a tüneteit mindenki átélte már, mert hisz mindannyian megéltünk már váratlan lelki megrázkódtatásokat, de egy vizsgastressz is felér egy ilyen lelki állapottal, amikor is ugye az ember nem tud elaludni, vagy elalszik, felébred, nincs étvágya, nem eszik le, hogy magasabb lesz a vérnyomása, magasabb lesz a pulzus száma, izzad keze, lábam, és jéghideg a keze, és hideg a lába. Nos, ezek csak általános tünetek, de mivel mindannyian már ilyen stresszes állapotot átéltünk, tudhatjuk, hogy ebben a szakaszban erről van szó. Ez nem nekem hagyásom, hogy mit mutatok. A megoldás az azt jelenti, hogy vagy lelkileg mi megoldottuk magát a konfliktust, a DHS-t, vagy az élet úgy hozta, hogy éppenséggel nem azzal foglalkozunk, és ezért az adott program gyógyulási szakaszba kapcsol. Le szeretném szögezni, hogy mindenki számára az egyetlen valóság az ő megélése, és a biológiánk mindig a pillanatra reagál. Vagyis, ha abban a pillanatban én múltbeli élményt hozok be, akkor is megbetegszem, ha jövőtől félek, akkor is megbetegszem, de ha a pillanatban azzal foglalkozom, ami előttem van, akkor tudom, hogy az adott program gyakorlatilag hát, le lesz állítva. A belső szerveinknek a működését a vegetatív idegrendszer irányítja, amit régen még autonóm idegrendszernek neveztek, és minden irányításhoz kell egy izgató és egy gátlópont. Az izgatópontot a szimpatikus idegrendszer jelenti, itt van mondtam, hogy a konfliktus aktív szakaszban a szimpatikus idegrendszer túlsúlya tapasztalható meg. A megoldási szakaszban a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlya tapasztalható meg, és mivel a legfontosabb ideg a paraszimpatikus idegrendszerben a bolygóideg, a nervus vagus, ezért ezt vagotóniának is nevezik. A megoldás két szakaszban zajlik le, látjuk itt két piros foltot a megoldási szakaszban, az első az exudatív fázis, a második pedig a hegesedéssel járó fázis. Az exudatív fázisban mindenkinek gyulladásos tünetei lesznek, és ekkor érezzük magunkat betegnek, és ekkor megyünk orvoshoz. Tehát a gyulladás minden tünete megjelenik, sőt, kifacsart mosogatóron szindrómánk lesz, vagyis nagyon fáradékonyak leszünk, és gyakorlatilag a szervezetnek a gyógyuló felébe vizet gyűjtünk be. Aztán jön az epileptikai krízis, amit látjuk itt a vízszintes tengelyen, ez a fölfelé emelkedő nyíl. Itt megint a szimpatikus idegrendszer túlsúlya jellemző színe is mutatja, és az időtengely fölött levő részről van szó. Ez veszélyes minden biológiai programban, főleg, hogyha a konfliktus aktív fázis nagyon sokáig tartott, akkor ez veszélyes, de hogyha lezárnánk minden este a napunkat békével, akkor ilyet nem meg se éreznénk, meg se tapasztalnánk. Szóval ez betegségenként változik, és csak elmondom, hogy ha a DHS egy mozgással kapcsolatos konfliktus volt, akkor itt az epileptoid krízisben epilepsziás görcsrohamunk lesz. Az epileptoid krízis beindulásakor az a víz, ami itt az exudatív fázisban begyűlt az adott szerv szintjére, illetve az agyi relének a magasságába elkezd kiürülni, tehát itt az jelzi, hogy rengeteg vizeletet fogunk üríteni, majd következik a hegesedő fázis, ahol extrém fáradtságot fogunk érezni. De ez a két szó, hogy extrém fáradtság, ez tényleg azt jelenti, hogy alig tudjuk megmozdítani magunkat az ágyban, fekvő állapotban is, na ilyenkor nem szabad magányosságot és létezéskonfliktust beindítani, mert rengeteg vizet fogunk begyűjteni ismét a szervezetünkbe, és az fog megölni. Ez az egész kifutott a végére, akkor onnantól gyakorlatilag a biológia megint egészségesen működik tovább. De kérdés, hogy ki hány ilyen programot tudtak a szervezetében. Kérdés, hogy eljut-e a megoldásig, avagy a megoldás végéig. Ha nem jut el a megoldásig, a konfliktus aktív szakaszban maradva lemerül a szervezetünk. Ha eljut a megoldásig, de innen
újra meg újra visszakapcsol, megint visszakapcsol, akkor az lesz a következménye, hogy függőgyógyulás alakul ki. Eljutott a program végéig, de rövid időn belül újraindítja az egész programot, megint megoldotta, megint újraindítja, ezt policiklikus lefolyásnak nevezzük, ennek is meg lesz a lenyomata a biológiánkon. Természetesen ezeket azért mondom el, mert mindig, mert tudnunk kell, hogy ezekben az esetekben az újraindításnál mindig gondjaink lesznek. Szeretném a következőképpen azt is érzékeltetni, hogy mit tud tenni a biológiánk a túlélésre. Az első biológiai törvény elmondta, tehát, hogy lélek agyszer szintjén a lelki megrázkódtatás szervi elváltozást okoz. A második törvény, amit még itt megint látunk ebben a rajzban, azt mutatja, hogy két szakaszban zajlik le, van egy konfliktus aktív, és van egy megoldási szakasza az egésznek. A harmadik biológiai természettörvény pedig elmondja, hogy mi történik konfliktus aktív, illetve megoldási szakaszban. Csak elég, ha belegondolunk abban, hogy sejtekből vagyunk felépítve, és ezek a sejtek működnek. Ugye amikor nem működnek, akkor már holttestről beszélünk. A sejtek számának a szaporításával, a csökkentésével, vagy a működés változással tud a biológiánk a túlélés érdekében tenni valamit. Vagyis, ha konfliktus aktív fázisban sejtet szaporítottunk, akkor a megoldási szakaszban a felesleges sejteket majd le fogjuk bontani gyulladás kísérletében. A konfliktus aktív fázisban sejteket bontottunk, ulcerálódott, tehát fekélyesítettünk, sorvasztottunk, akkor ezeket a megoldási szakaszban vissza fogjuk építeni. És hogyha működést változtattunk, ezt most csak itt az üres zónában mutatom, ha működést változtattunk, akkor a működést fogjuk helyreállítani a megoldási szakaszban. Az, hogy mikor bontunk és mikor építünk sejteket, ez abszolút de nem véletlen, mert a gyökerekig ásott le Hammer doktor, és ennek alapján derült ki, hogy valójában mi történik a szervezetünkben, és ez miként lett irányítva. Láthatjuk itt azt a metszetet, ami az embrió fejlődésének 10-12. Napja között a három csira lemez kialakulásával kapcsolatos. Látjuk a sárga belső csiralemezt, a narancs középső csiralemezt és a piros ektodermát, vagyis külső csiralemezt. A minden sejtünk, minden szövetünk ebből a három csiralemez valamelyikéből származik, és utána egy életen keresztül azt a munkát fogja elvégezni, amire a parancsot innen kapta. Senki ne keresse magában a csiralemezeket, hiszen ebből fejlődik ki minden szövetünk, tehát épp úgy, mint ahogy a magból kifejlődik egy növény, a magot már utólag ugye nem fogjuk megtalálni, ugyanígy alakultunk mi is ki ebből a három csiralemezből. És látható, hogy sárga színnel jelölve a belső csiralemezből létrejött a tápcsatorna, a szájnyílástól a végbélnyílásig tartó hosszú cső, amit az agytörzs irányít, és ez a falat konfliktust oldja meg számunkra. Az agytörzs irányítja nem csak a táplálékfalat, hanem a levegőfalat, a fényfalat, a hangfalat és vízfalatnak is a felvételét, megoldását, elkapását idézőjelbe, és ezek az úgynevezett falatkonfliktusok mindig először sejt szaporodással indulnak, majd a sejtek lebontásával végződik a megoldási szakaszban. A középső csiralemez, mezoderma, két idegi központ által irányított, a kisagyi rész, amire most mutatok, a támadási, bemocskoltsági konfliktusokat oldja meg az írhának és a burkoknak a megvastagításával, majd a megoldási szakaszban azok lebontásával, illetve a kisagy irányítja a gondozási konfliktus következményeit is, vagyis a konfliktus aktív szakaszban az emlő mirigy állománynak a fölszaporodását, majd a megoldásban ennek a
lebontását. Ne felejtjük, hogy a lebontáskor a sejtek nem mennek a kukába, hanem a nyirokrendszerünk lesz az, ami ezt újrahasznosítja. És ezért lesz a környéki nyirokcsomó minden esetben duzzadt. Tehát ha valakinek duzzadt nyirokcsomói vannak, azt jelenti, hogy gyógyulási fázisban van, és nem áttétje van. Ez hatalmas tévedés ezeket áttétnek nevezni. Az csak arra jó, hogy az ember, a beteg ember, a daganatos, azt a kevés reményt is elhagyja, elveszni hagyja, ami még benne volt az első diagnózis sok után. A másik idegi rész, a nagyagy fehér állománya, amire mutatok, ez a mozgással kapcsolatos szerveinket, szöveteinket fogja vezérelni, és ugye a mozgáshoz kellenek, itt látjuk ugye a csontok, erre épül minden, a csontok a ízületek innak kötik össze, az egész mozgáshoz izomokra van szükség, az izmokat erek látják el, osztóér, gyűjtőér, nyirokér, és a plusz energiát a zsírszövet adja, tehát ezekre a szövetekre hat az agyi központ, mégpedig úgy, hogy először sorvadás indul be, mert tőleértékelés egyenlő önpusztítás, majd a megoldási szakaszban visszaépül az, amit lesorvasztottunk, de már erősebb lesz, mint volt. Az ektoderma sejtjeit az agykéreg irányítja, látjuk itt ezen a képen, hogy a külső bőr, tehát a labhám, amit kívülről borítja a testünket, a bőrünknek a legfelszínesebb része ez, ugye a több rétegű elszorosodott labhám, ez lesz irányítva az agykéreg által, és ezek a konfliktusokat úgy hívjuk, hogy elválasztási konfliktusok. Elszakad valakitől a gyermeke, egy szeretett családtagja, akkor az elválasztási konfliktust, ha nagyon váratlanul, meglepetésszerűen éli meg, és magányosan, és benne ragad a konfliktusban, akkor a bőre lesz az, ami erre reagálni fog. Először neurodermitis lép el, majd a megoldásban, mikor visszaépül a lesorvasztott bőr, akkor hát nagyon érzékeny lesz, és mindenféle tüneteket fog mutatni. Az agykéreg nem csak az elválasztás, hanem a birtokkonfliktusokat is irányítja, és a birtokkonfliktusokra különösebben nem térnék ki, mert az egy külön fejezet ebben a germán gyógytudományban. Annyit tudni kell, hogy a birtokkonfliktusok meghatározzák a csapaton belül, a falkán belül az egyedeknek a szerepét és viselkedését. A birtokkonfliktusoknak a halmozásával viselkedésváltozás történik, ezt konstellált állapotnak nevezzük, de konstellált állapot felléphet itt a nagyagy szintjén, és felléphet kisagyi szinten, sőt felléphet az agytörzsi szinten is, ezekben most nem megyek bele részletesebben. A következőkben a működésváltozásról szeretnék beszélni, hogy hogyan irányítja a szervezetünk a működést. Mert ugye azt mondtam, hogy vagy sejtet építünk, vagy sejtet bontunk, vagy működést változtatunk. Nos, a működésváltozás, vagy a működés szabályozása két úton történik, idegi úton és hormonális úton. Amint mondtam már az előbb, a vegetatív idegrendszer szabályozza a szimpatikus és paraszimpatikus részével a belső szervek működését. A szimpatikus idegrendszer, mondjam úgy, hogy ostorként, a paraszimpatikus gyeplőként működik. Tehát ha vészhelyzet van, a szimpatikus idegrendszer lesz az, ami fokozza a szívverést, tágítja az ereket az izmoknál, hogy menekülni tudjunk. A paraszimpatikus idegrendszernek a működése az akkor dominál, amikor hát táplálkozunk, eszünk, és utána hát az emésztési folyamatokat, tehát a visszaépítést és a felszívódást fogja ő elsősorban irányítani. A szomatikus idegrendszer a kapcsolatot teremti meg a külső környezetünk és a szervezetünk között. Az itt megélt konfliktusok fognak hatni a vegetatív idegrendszerre. Nos, az idegrendszer az agyalapi mirigyen keresztül hat a hormonális rendszerre.
Az agyalapi mirigynek vannak úgynevezett prokhormonjai, előhormonjai. Ezek a pajzsmirigyre ható, a mellékvesekérekre ható, a luteinizáló és az FSH a petefészekre ható, a szomatotrop hormon növekedést, a prolaktin tejtermelésre hat, ezek mind az előső lebenynek a hormonjai, az oxitocin és a vaszopresszin a hátsó lebenynek, a neurohipofizisnek a hormonjai, mert ugye az előső lebenyt adenohipofizisnek, a hátulsót pedig neurohipofizisnek nevezzük. Most ezek a hormonok fognak a hormonális rendszerre hatni, a belső elválasztású mirigyekre. Muszáj egy vázlatot mutatnom róla, hogy egyáltalán értsük a szabályozást. Itt tehát a belső elválasztású mirigyeknek a működése az idegrendszernek az irányítása alatt áll. Ezt szerettem volna ábrázolni, és ezek a hormonok, amit ezek a belső elválasztású mirigyek fognak termelni, most ezek fognak célszerveken kifejteni bizonyos hatásokat. A hasnyálmirigy, pankreász enzimeit szeretném részletezni. A hasnyálmirigy egy különleges mirigy, mert egyszerre belső elválasztású és külső elválasztású. Azért nem mentem eddig bele a külsőbe, mert itt tudtam, hogy úgy is elmondom. Különben a pankreász egy görög szónak két görög szónak az összetételéből áll. Magyarra fordítva azt mondhatnám, hogy teljes hús, mert hússzerűnek írták le még az ókorban a boncolások során a hasnyálmirigynek az állagát. Így lett pankreász görögül, és hát minden más nyelven pankreásznak nevezik, de szép magyar neve has nyálmirigy, már tudatosítja bennünk, hogy egy olyan nyálmirigy, ami a hasban van. Na most minden nyálmirigynek van nyáltermelő része, és van egy kivezető csőve, amin a nyál kifolyik, ugye a szánkban is a nyálmirigyek így néznek ki. Ezek a hasnyálmirigynek ez a része az exokrin, vagyis a külső elválasztású része. Persze azt jelenti, hogy a termelt váladék a mirigyből egy csövön keresztül kifolyik belőle. Hova? A patkóbélben. A bazofil sejtek termelik a lipázt, amilázt, tripszint, kimotripszint. Látjuk, hogy a zsírok bontója, a keményítő bontója, a fehérjé bontója. Nem akarok részletekbe menni, csak éppen felsorolom, hogy tudjuk, hogy miről van szó. Ezeknek a gátló hormonja a pánkreász polipeptid, a PP sejtek termelik, 1%-át teszik ki a pánkreásznak ezek a gátló hormon, már pánkreász polipeptid termelő PP sejtek. A bikarbonátiont külön a centroacinális sejtek fogják termelni, a szekretin hatására, tehát hormon hatására fog termelődni a bikarbonát. Miért van szükség erre? Azért, mert amikor a savas gyomortartalom bejut a patkóbélbe, hát akkor azt lúgossá kell alakítani. Egyedüli savas hely a szervezetünkben csak a gyomor. Amire itt mutatok most, ezek azok a sejtek, amelyek termelik tehát az emésztőenzimeket, és termelik a bikarbonátot is, és ez az egész itt középső csövökön, itt látjuk ezek a körbe álló sejteknek a közepén van az a cső, ami végül is ezen a összeadódott csövön a virszum csatornán keresztül befolyik a patkóbélbe. Mutatom, hogy itt ez a zöld szín csak azt jelenti, hogy az epe is ugyanezen a nyíláson, közös nyíláson jut be a patkóbélbe. Ez a zsírok felszívódásához szükséges, de a lipáz, az a zsíroknak a lebontásához szükséges, azt viszont a hasnyálmirigy külső elválasztású sejtjei termelik. No, de láttunk itt egy zöld szigetet, és aki volt már a nyári táborban, az tudja, hogy mindig az ajtóra kiírom, hogy a tábor helyszíne a Langerhans-sziget, és hát itt van a Langerhans-sziget, ami gyakorlatilag az a része a hasnyálmirigynek, ami viszont belső elválasztású szerepet tölt be, vagyis az itt termelt enzimek, hormonok, azok nem egy csatornán jutnak ki a szervezetünkbe, hanem a vér által fog bekerülni a keringésbe. A
hasnyálmirigynek a belső elválasztású endokrin hormonja az inzulin és az amilin, amit a béta sejtek termelnek. Ugye ez a meglévő Langerhans-sziget sejteknek az 50-80%-át teszik ki. Hogyan hat az inzulin és az amilin? Vércukor csökkentő hatása van, vagyis fokozza a cukornak a lebontását. A sejteknek szükségük van inzulinra ahhoz, hogy a cukrot lebontsák, és legyen belőle energia, széndioxid és víz. Ez az energiatermelés a mitokondriumokban történik meg a sejtekben. Van egy másik hormon, a glukagon. Ugye ezt az alfa sejtek termelik, ennek viszont vércukor emelő hatása van. Nyilvánvaló, hogy egy állandó vércukorszintet úgy lehet fenntartani, ha van vércukor szint csökkentő, és van vércukor szint emelő hormon is. Ez akkor fog mindenképpen működésbe lépni, hogyha mondjuk valaki napokig nem eszik. Tudnunk kell, hogy a vércukor szintünkre a legérzékenyebb az agyunk, tehát egy alacsony vércukorszint mellett kómába esik a beteg, zavar tudatállapota lesz, és végül kómába esik. Tehát az állandó vércukorszintet biztosítani kell, és ha nem eszünk, akkor viszont a meglévő tartalékokból fog ez a glukagon előállítani megfelelő mennyiségben vércukrot. Mindkettőnek van egy gátló hormonja, ezt hívjuk úgy, hogy szomatosztatin, ezt a delta sejtek állítják elő. Néhány adat erről az életfontos szervünkről, ugye 80-125 g a súlya mindösszesen, 15-25 cm a hossza, a vastagsága mindössze 2 cm, és a magassága a fejtől a karok felé folyamatosan csökken. A hasnyálmirigy enzimeiből, tehát az inzulinnak az a hatása, hogy csökkenti a vércukorszintet. Nos, a kérdés az, hogy ki mit él meg. Mert tudni kell, hogy arra a konfliktusra, amit úgy hívunk, hogy ellenszegülési konfliktus, az inzulinnak a termelése, kiáramlása lesz blokkolva. Tehát ha én ellenszegülök valaminek, ahhoz energiára van szükségem. És egyik pillanatról a másikra úgy jutok plusz energiához, ha van hozzá elegendő cukrom. Ahhoz, hogy legyen elegendő cukrom, megfékezi a biológiám ellenszegülési konfliktusra az inzulin kiáramlást, így a vércukorszint megemelkedik. Remélem mindenki számára ez így érthető volt. És az, hogy miért marad magas a vércukorszint, hát ez azért van, mert a konfliktust nem oldjuk föl, dolgoznak a sinek, és így az inzulin blokkolása nem lesz feloldva. Ha viszont valaki undorfélelmi konfliktust él meg, akkor az lesz a következménye, hogy a glukagon hormon aktivitása lesz gátolva. Ugye ennek az az értelme, hogy csökkenjen a vércukorszint, legyen éhségérzetünk, és kezdjünk el enni. Az a konfliktus gyakran oda vezet, hogy az állandó éhségérzet miatt az ember rövid idő alatt nagyon elhízik, aztán ha benéz a tükörbe, már önmagától is undorodik, ez már egy következmény konfliktus, és de egészen egyéb dolgokra is reagálhat undorra, hiszen mondjam úgy, az ilyen embernek alaptermészete, hogyha valami nem tetszik neki, akkor undorodik tőle. Gyakran a fel nem oldott szexuális konfliktus áll a háttérben, ami csupán szex volt, és undorral töltötte el. Ezután nem csoda, ha az illetőnek csökken a libidója, és inzulin rezisztenciát mutatnak ki az emelkedett vérnyomás mellett, mert ugye itt már több fel nem oldott konfliktus is van, és az inzulin rezisztencia is okoz azon kívül még vérnyomás emelkedést. A jobb és bal kezességen kívül a konfliktus becsapódását befolyásolja a hormonális státus,
És ilyen például a várandóság és a klimax. Ez azt jelenti, hogy egy fel nem oldott undortélelemmel élő nő, ha várandós lesz, megjelenik nála az úgynevezett terhességi diabétesz, mert ugye hormonális változás következik be a terhességgel. Amint viszont megjön a szoktatás után a menzesze, akkor elmúlik a diabétesze természetesen, ha csak nem felejtik rajta az inzulin. Vagy klimax előtt fel nem oldott undorfélelem a változókorral kihozza a cukorbetegséget. Az inzulin rezisztencia hátterében, tehát sejtszinten az áll, hogy a sejt képtelen az inzulint hasznosítani, hogy a cukrot be tudja juttatni a sejtekbe. De ennek nem a sejt az oka, hanem annak magasabb szinten való blokkolása. Tehát ameddig nem a valós okokat kutatjuk fel, és nem azt oldjuk meg, ami valójában létrehozta ezt az egész állapotot, addig rengeteget lehet úgymond kutatni és költeni a kutatásokra és a félmegoldásokra, amelyekről mindig kiderül, hogy kártékonyak és drágák. A konfliktusok feloldásával 20 éves inzulin kezelés is meg lett oldva, vagyis el lett hagyva. A kettes típusú cukorbetegség annyit jelent, pillanat, a kettes típusú cukorbetegség annyit jelent, hogy ellenszegülés és félelemundor konstelláció lép fel, vagyis mind a két dolog egyszerre jelen van. Ez nagyon könnyen elképzelhető, mondjuk valaki nem tudott elfogadni egy munkahelyi döntést, küzd ellene, ettől cukorbeteg lesz, de amikor be kell szúrnia önmagának az inzulint, megéli az undort és félelmet, és az ilyen beteg vércukra beállíthatatlan lesz kezdetekben, de a biológia az egyensúlyra törekszik, és hát nyilván magasabb vércukorszint az, ami a túlélést biztosítja, és a lényeg az lesz, hogy az emelkedett vércukorszint miatt az ilyen beteg hát inzulint fog kapni. Érthető tehát, hogy patthelyzet alakul ki, hiába kapja az inzulint a beteg, ha a sejteknek az a képessége gátolt, hogy az inzulint felhasználhassa a glukóz felvételére. Nem tudom, ez itt a lényeg, hogy hiába kap a kettes típusú cukorbeteg inzulint, hogyha a sejtek nem képesek arra, hogy felhasználják, és ez vezet oda, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű inzulint írnak föl neki. Gyakorlatilag ezt a helyzetet a konfliktusok tisztázásával kéne megoldani, és nem pedig az inzulinnak az adásával. Az illetőnek van egy undorfélelmi konfliktusa abban a pontban, ahova most mutatok, és ezzel együtt megél egy megemészthetetlen bosszúságot is, akkor alakul ki a bulémia konstelláció, de erről már beszéltem, amikor a nyelőcső gyomor és patkóbél helyzetéről beszéltem. És a bulémiának pontosan az a jellemzője, aki már hallott, vagy látott ilyet, vagy esetleg megélt ilyet, tudja, hogy elkapja az éhségérzet az undorfélelem, mikor sínre kerül, a rögtön elkezd enni, viszont az a megevett táplálékot ki is hánya, mert a másik góc is hát, akcióban van, konfliktus aktív fázisban van, és ezért eszik és hány, és persze természetesen le fog fogyni az illető. Ebben a helyzetben, hölgyeim és uraim, elég, ha legalább az egyik konfliktust megoldjuk, vagy az undorfélelmet, vagy a megemészthetetlennek tűnő bosszúságot, és onnantól kezdve ez a konstellált állapot is megszűnik. Nos, mutatok még, mondok egy nagyon lényeges dolgot a kettes típusú cukorbetegség inzulin kezelésének a veszélyeivel. Ez a Heidel Stevenson úriember foglalkozott, az inzulin megkétszerezi a halálozási arányt a kettes típusú cukorbetegségben. Akit érdekel ez a cikk részletesen, a weblapnak a Germán Gyógytudomány menüpontjába ki lett téve, azzal a kiegészítéssel is, amit itt most elmondtam.
És láthatjuk, hogy milyen elképesztő dolgok következnek itt be, hogyha nem figyelünk oda. Ugye kétszer több miokardiális infarktus, 1,7-szer, vagyis 70%-kal több súlyos kardiális esemény. Aztán ott van az agyvérzés, a vesekomplikáció, a neuropátia, a szemkomplikáció, rákos megbetegedés, és 2,2-ször több halálozás lép föl azoknál a kettes típusú cukorbetegeknél, akik inzulint kapnak, azokhoz képest, akik nem kapnak inzulint. Ez egészet a metformint kapó betegekkel hasonlították össze, mert a legkevesebb komplikációjuk azoknak volt, akik csak metformint kaptak. Aki cukorbeteg, az tudja, hogy miről beszélek. És nagyon remélem, hogy ezen elgondolkodnak, hogy egyáltalán milyen terápiát fognak a kollégák a betegeknek ezután felírni, illetve hát mindenki maga felelős a saját betegségéért, úgyhogy legyen szíves mindenki, aki kettes típusú cukorbeteg, ezzel foglalkozni. Na de nem ilyen egyszerű a történet, mert ugye kettes típusú cukorbetegséget ki fognak mutatni nekünk akkor is, hogyha mondjuk élelmiszer adalékok miatt lesz gátolva a sejteinknek a működése. Na most ezért van értelme azt, hogy a... Bocsánat, ez azért alakul ki, mert a mai ember ugye a táplálékát az élelmiszeripartól szerzi be, és azért jut ennyi élelmiszer adalék a szervezetünkbe, és ezért kell sejtszintű tisztítást végezni algákkal. Erről beszélek minden szerdán már 8 éve, nem véletlenül, és vetítem ki ott is ezt a képet, mert klinikailag ugyanaz fogja az orvos tapasztalni, hogy magas a vércukor szintje az illetőnek. Sőt, inzulin rezisztenciát is kimutatnak, mert a sejtek működése nem agyi parancsra gátolt, hanem a sejt környezetében levő szennyeződések miatt gátolt. Az élelmiszeripari mérnök az tud egész listát mondani arról, hogy melyek azok a élelmiszerben nem való adalékok, amelyeket hát beleraknak, és hát az lesz a következménye, hogy igenis a sejtszinten a működésünk gátolva lesz. Tehát ezért van az, hogy vannak emberek, akik elkezdenek algát szedni, megcsinálják a sejtszintű tisztítást, és meggyógyulnak, mert a cukorbetegsége rendbe jönne. Nem is volt neki semmilyen lelki problémája, se ellenszegülése, sem undorfélelme. És szedi az algát, és meggyógyul. De mindig elmondom, hogyha valakinek nem jön rendbe se a vérnyomása, se az elhízása, se a vércukra, se a diszlipidémia, a zsíranyagcsere zavara, vagy a trombózis hajlama az algák szedésével, akkor ezeknek a kórképeknek a lelki hátterét is meg kellene oldani. Elárulom, hogy ezek a kórképek, amik itt fel vannak tüntetve, ezeket a 90-es években metabolikus X-szindrómának nevezték, és nyilvánvaló mindegyiknek a hátterében kimutatható volt az inzulin rezisztencia, gyakorlatilag a gyökerek szintjén hát látható, ha itt megnézzük, ide van írva, hogy magas inzulin szint, ez az inzulin rezisztencia. Ugye elárulom, hogy ez a kép, ez a rajz, ami egy orvosi szaklapból való, egyben a képezi a háziorvosi szakvizsga dolgozaton borítóját is. Én nagyon remélem, hogy sikerült mindent összefoglalnom röviden és tömören a lelki hátterekről, illetve arról, hogy miért is alakul ez így ki, és hogyan tudunk beleragadni egy ellenszegülésbe. Hát ezzel kapcsolatosan megkérem Rékát, hogy mondjon néhány meglátást, néhány megjegyzést azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnának ezek az emberek másképpen hozzáállni az élethez, ahhoz, hogy egyáltalán megoldják a konfliktust. Mert itt, ha valakinek már 10-20 éve van cukorbetegsége, nyilván
nem a 20 év alatt összegyűlt összes konfliktust kell egyenként megoldania, hanem neki kéne megváltoznia. De hogyan lehetséges ez végre? Akkor ezt nagyon nehéz helyzetbe hoztál, mert ilyen fantasztikus előadást nagyon-nagyon ritkán hallani. Külön köszönöm, pedig én azért ebben a témában egy kicsit olyan vagyok, mint a bukott diák. Minden héten hallom Kereszt minden előadását, minden webkonferenciáját, de ez különösen megfogott. A cukorbetegség nagyon sok tévhittel és nagyon sok tabúval párosul. Azokat a hétköznapi ember által használt tévhiteket szeretném most elsősorban megvilágítani, amit az átlag ember gondol erről. Nemrég hallottam egy olyan kifejezést, hogy az egyik hölgynek a feje cukorbeteg, és a gyermekgyógytudomány tanfolyamon még akkor nem vett részt, amikor azt mondta, hogy ennek a fiatalembernek problémája van a szeretet elfogadásával, hogy nem tud szeretni. Ehhez hasonló és még nagyobb bőrességeket lehet hallani a témában. Mikor elmondtam neki, hogy ez undorfélelem konfliktus, illetve ellenszegülés konfliktus által kiváltott értelmes biológiai külön program, nagyon érdekes tekinteteket, pillantásokat vetett rám. Így van, nagyon sokan a félelem szintjét sorolják be ide. Ezek nagyon laikus és nagyon buta elképzelések arról, hogy valaki miért betegszik meg. Nagyon jó lenne a konkrét, valós okot megtanulni, megismerni, a gyermekgyógytudományban mindenkinek elmélyülni, hogy ne a szeretetünkkel próbáljuk meggyógyítani, vagy az önmagunkkal, a társunkra való ráerőltetésével akarjuk meggyógyítani a cukorbetegséget. Képzelhetik, hogy ez még inkább ellenáll, még inkább ellenszegül, és még inkább szeretne ebből a helyzetből kiszabadulni. A cukorbetegség alapvető problémája az, hogy ebben az értelmes biológiai programban levő ember, és nem azt mondtam, hogy szenvedő ember, figyeljék a szóhasználatom, az mindennek ellenszegül. De mi is az az ellenszegülés? Egy olyan folyamatos ellenállás, ami sokszor meg sem nyilvánul a verbalitás szintjén. Nagyon sok ember befelé puffog, és van ez a befelé robbanás, hogy majd szétfed bennünket a düh és a harag és az indulat, viszont ezt igyekszünk kifelé nem megmutatni. Jó lenne ezeket az érzéseket egyáltalán megismerni, felismerni. Nagyon sok ember, amikor egy germán gyógytudományi tanfolyamra eljön, és meghallja azt, hogy mi az alapvető konfliktusa, a cukorbetegségnek a következő válaszsal fogadja ezt a hírt. Én nem is vagyok ellenszegülő. Ez a 2-0 biológia javára. Amikor megfelelő alázattal és megfelelő körültekintéssel tudunk önmagunkra nézni, és vagyunk eléggé objektívek ahhoz, hogy észrevegyük ezeket a megnyilvánulásainkat, akkor tudunk érdemben elkezdeni a probléma megoldásán. A másik pedig az undorfélelem. Hát ami undort, ami viszolygást kelt bennünk, és úgy hat ránk olyan drámaiul, olyan váratlanul, ahogy a PHS kritériumai leírják. És nem akarjuk ezt az érzést sem, tehát már magának a helyzetnek is ellenállunk, ez nagyon sok programot indíthat el bennünk. Jó lenne elsősorban észrevenni azt a legelső reakciókat a cukorbetegséggel kapcsolatban, hogy én nem akarok cukorbeteg lenni, és életem végig szurkálni magam. Ez nagyon jó. Tessenek odafigyelni arra, hogy ez is egy ellenszegülési konfliktus, és nagyon sokan, amikor ezzel eljönnek egy tanfolyamra, mindig támpontot keresnek. Nagyon sok embertől hallottam azt, hogy mutassuk meg az, akit ebből meggyógyult. Képzeljék el azt, hogy egy ember egész nap ezzel kellene töltenie ennek az embernek az életét, hogy telefonokra válaszol.
Azt gondolom, hogy ez egy nem kivitelezhető helyzet, viszont most kivételes, rendhagyó módon szeretném ezt a hangfelvételt önöknek bejátszani, amit itt a webkonferencián lehet meghallgatni, ezt a hangfelvételt nem fogjuk sem elküldeni, sem kitenni a weblapra. Úgyhogy arra kérem, hogy fogadják nagy szeretettel azt az úriembert, akivel minden tanfolyamon dicsekszünk, hogy van olyan ember, aki 20 év után meggyógyult a cukorbetegségből. 2016. július 1. július 24 van. 23 van, most mutatják nekem. Tehát 2016. július 23-ban Papalmi Róberttel beszélgetek. Ez a GLM tábor baján, a 2016-os GLM tábor, aminek körülbelül a derekán járunk, és Roberttal azért beszélgetek, mert Robert egy sikertörténet, hiszen Karesz minden egyes tanfolyamon emlegeti őt, amikor diabetesről, vitiligóról és hasonlóról van szó, akkor mindig emlegeti, hogy van egy fiú, aki, nekem most sikerült elcsíptem azt a fiút, aki megcsinálta, és ezért ez a beszélgetés, hogy ti is, akik a weboldalra feljöttetek és kíváncsiak vagytok a sikertörténetekre, hallhassátok ezt az egészet. Szervusz, Robert! Szia! Én arra vagyok kíváncsi, hogy mi minden bajod volt neked össze-vissza, mert úgy hallottam, hogy nem is csak egy volt. Hát igen, konkrétan három autoimmun betegségem volt. Kezdődött a cukorbetegséggel, utána összeszedtem magamnak, összekalapáltam magamnak egy cöliákiát. Az mi? Hát az a glutén érzékenységnek egy cifrán verziója, plusz teremtettem magamnak egy pár vitiligós foltot. És az a vitiligós folt, ez úgy tudom, hogy elég kiterjedt volt rajtad. Az elég kiterjedt, igen. Elég nagy területen volt. Arcon, kézen, lábon. Így van, a világ pénzét ráköltöttem, apró kenőcsöket vettem 30 ezer forintokért, ezen pörögtem egész életemben, hogy hogy nézek ki, foltos vagyok, stb. Aztán. Az orvosok szerint ez gyógyíthatatlan, szerintem nem. Igen. Most, ahogy látom, nem lehet gyógyíthatatlan, mert elég kevés foltot látok. Így van, hál' Istennek, mert sikerült lefaragni az állományból, lassan már hiányozni fog. És hogyan kezdődött ez az egész? Hogy kerültél egyáltalán a GNM-nek a közelébe? Hát a GNM közelébe ajánlás alapján kerültem. Kiskunfelegyházen tartott Karesz egy tanfolyamot, ilyen három napost. Én fotográfus vagyok, és hát úgy volt, hogy szombaton egy ilyen lovas versenyre fogok menni fotózni. Úgyhogy mondtam is a feleségemnek, hogy pénteken elmegyek, szombaton után elhúzom a csíkot fotózni, és vasárnap a megoldásra visszamegyek. Na hát elkezdtük a pénteki napot, ott Karesz jó fejbe vert egy vaslapáttal, nem szó szerint. És szombaton ott ültem az első padban, mint egy kis nebuló. Szóval tehát fotózás valami fucs. Megcsípett az ingyenes, hát igen, valami megcsípett konkrétan a budai a mondókájával. Igen. És akkor neked volt egy vitiligód, volt ez a cöliákiád, és volt egy diabéteszed, ami ma meg volt néhány éve. Hát tudom. Konkrétan 20. Aha. 20 éve, ez ilyen egyes típusú volt? Egyes típusú. Derültékből az egyes típusú. És akkor szúrtad is magad rendesen. Elég konkrétan, így van. Tehát mennyit szúrtál magad? Hát most már így az egységekre nem emlékszem, de... De folyamatosan. Folyamatosan, persze. És mekkora cukorkiugrásaid voltak, amikor úgy szarállapotban voltál? Hát egész konkrétan 1,6-tól 51-es cukorra kerültem kórházba. Én voltam a csúcstartó Magyarországon, utána megdöntött egy hentes. 1,6-tól 51-ig. Így van. Hát akkor tényleg rekorder vagy. És az van most pillanatnyilag, hogy a GNM segítségével, beszéljünk először a diabétesről, aztán majd beszéljük a diabétesről. Okay. A GNM segítségével gyakorlatilag letetted ezt a diabétest. Ugye tudjuk azt a GNM-ből... Nem tetted még le teljesen, csak a pontosság kedvéért, még egy minimális van. Még egy minimális van. Még egy minimális Mennyi időbe tellett neked az, hogy ez a minimális legyen? Attól a tanfolyamtól elkezdődően. Hát konkrétan 3 éve. 3 éve. Tehát 3 év alatt gyakorlatilag egy 20 éves diabéteszt majdnem teljesen a kukába. Így van. És most már csak darcozol a tük nagy részével, és állítod bele a falba. Így van. Tökéletes, nagyon fantasztikus. És ugye tudjuk azt, hogy a diabétesznek ugye a ellenszegülési konfliktus a fő oka. Nyilván te megtaláltad a saját konfliktusodat, és fel is oldottad. Abszolút, így van. Hát azért kellett egy kicsit kutakodni a múltba, hogy mégis mi volt az, ami okozta. Túl nagy cifrázás nincs a történetben, egy szerelmi csalódás, és akkor sikerült összehoznom magamnak mind a három
autoimmun betegségemet idézél. Konstellált helyzetet állítottam már mindjárt föl magadnak. Van, tehát halud legyen kövér. Halud legyen kövér, akkor már három megoldatlan konfliktusról behalmoztál három betegséget. Így van. És természetesen az orvosok, amikor megláttak, akkor azonnal elkezdtek kezelni, inzulinnal, rengeteg ezzel kinyírták azt, elmérjedet, hogy kell. Így van. Úgyhogy nincs nekem rossz élményem, illetve van is, meg nincs is. De hál' Istennek nagyon korrekt orvosokkal találkoztam, főleg az utóbbi időben. Tehát aki még most is nézegeti a labor eredményeimet, doktornő, le a kalappal, ők így a diabéteszt elég magas fokon kezelik, gyerekdiabetológia. Nagyon szeretem, nagyon kedves emberek, de szerintem már így ilyen most szinten nincs szükségünk egymásra. 41. 41 vagy, és gyakorlatilag 20 éves korod óta, nem, hát akkor 18 éves korod óta. Tehát 20 éves korom óta patog rajtad ez a diabétes. És ezzel egy időben indult el a vitiligo is, és a... Így van, egyszer indult el. A másikat, hogy Cöliákia. Hát ne nézzük, azt azért nem biztos, hogy bevállalom, bár nős ember vagyok, úgyhogy maradjunk ott, hogy igen. Úgyhogy... Igen, ezek ilyen dolgok. Tehát egyszerre indult el, és gyakorlatilag egyszerre estél pánikba kvázi, hogy úristen, mi van velem, cukros vagyok, vitiligós vagyok, cöliákiám, a vége az életemnek, tadadánk, önleértékelési konfliktus, egy tömkeleg, gondolom a legelején. Hát minden volt, persze. Minden. Meg hát én világéletemre ilyen extrém sportos ember voltam, én görkoriztam, snowboard, stb. Lovaglás, és akkor én azt hittem, hogy ott vége a világnak, innentől semmit nem tudok csinálni. Nagyon sokáig az orvosaim azt mondták a diabetológián, hogy addig biztos, hogy nem bírják beállítani a cukrom, amíg el nem fogadom ezt a helyzetet. De én ezt sose akartam elfogadni. Te pont, hogy nem fogadtad el, azért nem vagy most cukros, igen. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen pusztán a GNM-nek a segítségével azzal, hogy te a konfliktusaidat feltártad, feloldottad a konfliktusaidat, és már visszaállítottad a szervezetnek az egyensúlyát azzal, hogy az inzulint elkezdted elvonni magadtól. Így van. Pusztán ezekkel gyógyultál meg, illetve gondolom segített az alga a sejtszintű gyógyításban. Igen, csak az alga is segített, a GNM is segített, de szerintem ez az egész kevés lett volna nélkülem. Szakrális radiesztézia plusz az egész világhoz való hozzáállás nélkül, mert hál' az Istennek így sikerült olyan szinten megváltoztatni az életünket, hogy már nincsenek előítéletek, nincsenek problémák. Hát problémák vannak, de azok így van, tehát azért próbálok úgy élni, hogy tényleg a pillanatban vagyok. És a pillanatban vagy, és felismered azt, hogy a konfliktus van, és oda teszed, ahová kell. Így van. Egyébként még egy nagy tanulság volt, mert én horgász ember vagyok. Én ha elmegyek horgászni, akkor egy hétre megyek, minimum. Viszem a kis sátramot, főzöm a kávém, el vagyok. És én ilyen inzulinpumpás voltam, tehát konkrétan engem már... Már szereve egy cucc, ami nyomta belé. Így van, egy ilyen kullancs, amit most már így kezelek, mai agyammal, tehát így szeretem megélni a pillanatot, tehát én ha ugrani akarok egy seggest a vízbe, akkor ugrok ruhástól. Na, ott volt rajtam ez az 1 millió forintos gép, és akkor ilyen zabla volt a számba, hogy nem lehet itt mindent csinálni, mert mi van, ha tönkre megy, úristen össze ne törjön, ha snowboardoztam, ilyen-olyan tokkel neki, és a többi. És akkor egyszer csak azt mondom, hogy elég volt, és visszaadtam a cégnek. Mondtam, hogy köszönöm szépen az eddigi segítséget, de nekem ez nem kell, és visszafordultam a szúráshoz, ami elől menekültem annak idején. És azt akarom még tőled kérdezni, mert nagyon sokan ebben a GNM-mel kapcsolatban mindig előítéletekkel jönnek. Az van. Igen. Tehát azt mondják, hogy hát én inkább 1000 dolgot már kipróbáltam, ez biztos nem működik, különben is az orvos azt mondta, hogy én gyógyíthatatlan vagyok, mert mi ez a GNM, meg mi, milyen lelki okok, adjuk már egymást, nekem biztos nem működik. Te benned nem voltak ilyen gondolatok, hogy ez biztos nem működik? Nem. Engem a karesz ott fogott meg a legjobban, amikor a tanfolyamon csináltuk ezt a fájdalom feloldást. És én jogáztam nagyon sokáig, egyszer túlhúztam magam jogán, és azóta nem működött a jobb combom. És ugye megcsináltuk ezt az egészet, na ott volt nekem ez, hogy itt majd kiderül, hogy humbuk vagy nem humbuk, vagy mi van. És utána az egész tanfolyam rajtam rögött, hogy mint a marabú így emelgettem a lábamat, és így... Mert ugye elmúlt. Aha, tehát így nem tudtam hova tenni, mondom, most mi van, vagy hogy van, akkor csak valami kapizsgál. Igen, a budapesti tanfolyamon is az egyik szklerózis multiplexes kitolta a saját tolókocsiját mindenki legnagyobb meglepetésére, úgyhogy történnek ilyen dolgok. Imádom.
Szóval neked nem voltak akkor fenntartásai. Ez tökéletes. Magyarul hittel mentél bele ebbe a dologba, és érzelmileg elkezdted megélni. Hát igen, hittel mentem, mert rengeteg helyen voltam. Tehát most mondhatnám azt, hogy rengeteg emberbe csalódtam, de ezt azóta már megértettem, hogy ha egy kavicsot eszel, attól is meggyógyulsz csak hiddel. Igen, ez abban így van egyébként, a placéboltást már évszázadokkal ezelőtt leírták. Nagyon sok diabéteses nem akar meggyógyulni. Te meg akartál? Nagyon sok diabéteses úgy van vele, hogy rengeteg figyelmet kap apukától, anyukától, mindenkitől, azért, mert ő diabéteses, mindenki körülötte ugrál, és akkor így megkapja ezt a csodafigyelmet, hogy jaj, kislányom, jaj, kisfiam. Hát, te meg akartál? Hát, nagyon sokáig meg akartam, addig nem sikerült, de miután elkezdtem rá vágyni, tehát úgy tényleg szívből, tehát nem a majom cintányorozott a fejembe, hogy meg fogok gyógyulni, nem leszek cukros. Na, amikor ezt elfogadtam, oké, ez van most, helyre fogom rakni, és tényleg úgy szívből vágytam rá, azóta igen, azóta gyógyulok. Nagyon jó, tehát szívből vágytál rá, vagyis érzelmi szinten megérted, hogy meg akarsz gyógyulni. Utána érzelmi szinten megtaláltad a problémádat, feloldottad a problémádat, szintén érzelmi szinten. Ugye nem csak azt csináltad, hogy elmentél egy ilyen tanfolyamra, a tudást fölvetted, jó, és akkor hülyén halt, vagy okosan haltál meg, nem hülyén, hanem alkalmaztad ezt érzelmi szinten gyakorlatilag. Abszolút, és a mai napig alkalmazom. Három év alatt sikerült leépítened gyakorlatilag az inzulin mennyiségedet, gondolom egy minimálisra. Hányat böksz ma? Hát ugye most már csak a 24 órás inzulinomból szúrok, nem 10 egységet körülbelül. Ez számomra tehát semmit nem mond, akik hallgatják azoknak biztos. Ők biztos tudják, így az étkezésekhez nagyon ritkán ilyen 1-2 egységet szúrok. Megváltoztatta ez az életedet? Abszolút. Boldog vagyok. Eddig is az voltam. Nagyon jó. És térjünk most át a vitiligóra. Az egy elég szarbetegség, mert ronda vagy tőle. Legalábbis azt hiszed. Bár megmondom őszintén, hogy múltkor láttam Pesten egy csajt, vitiligós volt. Olyan állati jó nézett ki, majdnem megzavarodtam. Lehet, hogy Petra. De komolyan. De olyan szőke gyönyörű volt, szőke volt. Kiskunfelegyházi. Csodaszél. Annyira gyönyörű volt a csaj, hogy azt mondtam, hogy mit bánom én, hogy milyen foltok vannak rajta. Ez ezzel együtt fantasztikus ez a egy hú. Csak nem volt elég bátorság, nem, hogy összeszedjem és megszólítsam. Borzalom volt, tehát amikor ez így elkezdődött, és egyébként csak így a GNM-re visszakapcsolódva, hogy meglettek a problémák, nekem az életem első vitiligós foltja, akkor még hosszú hajú voltam, és az a nyakamon keletkezett, egy mérteni pontossággal megszerkesztett Balaton tihannyal. És képzeld el, hogy az egész, amikor elindult, ugye volt barátnőmmel, amikor összevesztünk, az volt nekem a nagy szívfájdalmam, tehát ott jött ki ez az egész. Hát ott volt az a végstádium, nevezzük így, amikor a barátnőmmel már nagyon-nagyon nem voltunk jóba, és ott végül is ott lett vége az egésznek. Nekem az egész a Balatonhoz kötődött, konkrétan csúnya a kifejezés, szarrá vált az egész kapcsolat, elveszítettem a barátnőmet, sőt nekem inkább a barátot volt benne elveszíteni, nehéz, és anyám vette észre, mert hát ugye ritkán nézek rá a tarkom közepére, és ő mondta, hogy kisfiam, itt egy Balaton, mögém tette a tükröt, és tényleg ott volt. Tehát tihannya minden együtt. És akkor ez a mai agyammal már ugye egyértelmű, hogy még meg is teremtettem magamnak a helyszínt. Igen, még meg is, is teremtetted. Igen, sokan nem hiszik el egyébként, hogyha az ember érzelmileg megél egy konfliktust, az betegséget teremt. Hát ugye germán gyógytudomány pont erről szól, hogy minden egyes betegségnek lelki oka van, és egy feloldatlan konfliktus az oka. Nyilván, hogy neked egyszerre teremtett ez három konfliktust az életedbe, és három teljesen különböző betegséget egy időbe pakolt rád. És az a másik, az a cölibátusos nevű... Cölibátusos. Nevezzük inkább így egyszerűbb, hogy gluténérzékenység. De ilyen extrém, idióta, nagyon erős gluténérzékenység. Igen, tehát elég durván, igen. Tehát így, amikor az általános orvosokhoz jártam, akkor ami luk van rajtam, ott mindenhol jártak. Aha. Gyomortükrözés, végbéltükrözés, akkor volt, hogy az orromon néztek le a beleimbe, ilyen szondával, meg minden. Mindig keresték, azon kívül nem találtak semmit, hogy diffúz, bélkacsok, stb. Minden ilyen leletemet elolvastam. Aztán a végén kiderült, hogy egy vérvételből kiderült volna ez az egész. De nem baj, előtte az is spóroltunk a TB-n, és akkor megcsináltak rajtam egy raklap vizsgálatot. Tehát a 20 év alatt mennyit költöttél arra, hogy meggyógyulja, hogy becsülnöd hát, lenne egy nagyon szép házam. Gondolom. Lovakkal. igen. Gondolom, mert minden lovét belenyomtál, hogy csak ne legyenek foltjaim. Hát igen, meg konkrétan még odáig is elfajultam, hogy mentem a kozmetikákba, és vettem az alapozókat. Tehát konkrétan már oda fajultam, hogy sminkeltem magam, mert annyira zavar. A
azt azért levideózni, amikor mosvénkelet van. Igen, és itt tök jó volt, mert bementem a boltba, és így mondták, hogy nekem is ilyen barátnőm vagy barátom lenne, hogy így tudja, hogy milyen alapozót vesz nekem. Mondom, ez nekem lesz, de nem baj. Tehát mókás, így már utólag mókás. És amikor elkezdted alkalmazni a génemet, akkor a betegségek nagyjából egy ütembe kezdtek. Nyilván a legtovább a diabétest tartott igen, helyreállítani, igen, mert ott megöltek egy szervrendszert. A hasnyálmirigyet gyakorlatilag kivégezte az orvostudomány azzal, hogy 20 évig etetted a testedet inzulinnal, és hát a hülye lenne a hasnyálmirigyet. Hát inkább hibernálta, tehát így alvó állapotba helyezte. Igen, ez nagyon fontos tudni, és azoknak is mondom el, akik hallgatják ezt, hogy a hasnyálmirigyünk az egy hasnyálmirigy marad, csak alszanak, hibernáljuk őket, és amikor nem kell dolgozni, akkor nem kell. Tehát, hogyha anyám főzött, én se főztem, tehát ez teljesen normális. Ha elém teszik a kaját, akkor nem állok föl azért, hogy csüssek egy tojást. A hasnyálmirigy sem áll föl. De hogyha ezek szerint te azt tapasztaltad, hogyha a hasnyálmirigynek dolgozni kell, akkor az elkezd. Így van, abszolút. Tehát abszolút feléleszthető a te 20 évig alvó hasnyálmirigyed. Nyilván, hogy a többi, a másik két betegség az előbb számolódott fel. Hát igen, végülis a foltjai még megvannak, de szépen múlnak. Hát én nem vettem észre egyet sem. Ez komolyan, hol vannak meg? Hát még a kezemen van egy pincúr, az ujjaim végén, meg minden, de így elkezd szépen így bebarnulni. Most, ahogy mutatod, múlnak. Ez a 2 négyzetcentiméter, de gondolom ez azért jóval nagyobb felület. Hát igen, volt, persze. Fél négyzetméter. Hát azért volt rajtam rendesen. Hát ilyen terepasztalos voltam. Hát a cöliákia az meg ugye úgy lett helyre rakva, az pont Kareszékkal mentünk egy ilyen táborba, Kemencére, és Réka nem tudta, hogy nekem ez a bajom. És későn értünk oda, elrakták nekünk félre a vacsorát, és akkor mondták, hogy na, akkor jó étvágyat kívánok, és kiraktak elém egy vajling kemény tarhonyát. Én meg így ránéztem, mondom, most mi van? Tehát én gluténérzékeny vagyok, ezt megeszem, akkor egy hétig nem kelek fel a vécéről, és ott ránéztem, mondom, jó helyen vagyok, stb. Bum, bevágtam, normál széklet, másnap palacsinta, tészta, rántott hús, normál széklet. Tehát az így körülbelül az ilyen nagyon gyors. Az volt a leggyorsabb. Igen, ezt a történetet is hallottam egyébként Rékától már. Az volt a leggyorsabb történet, és egyébként ez is egy óriási boldog történet az életemben, mert azért az is egy elég nagy ilyen békjó volt, hogy úgy mentem be minden étterembe egy neme van liszt a pörkölt szaftban, hogyha esetleg híg lett, tehát ez annyira érzékeny voltál rá? Igen, mert akkor egybe mentem vécére. Magyarul, amikor a hited megmutatta neked azt, hogy nekem minden étel jó, amit én jónak vélek, és amiről azt gondolom, hogy a javamat szolgálja, elég volt ezt érzelmileg megélned. Abszolút. Megélted érzelmileg, és onnantól kezdve a biológiád elkezdett dolgozni, és helyre pakolta ezt a cöliákiát. Így van. Igen, ezt nem szokták elhinni az emberek, azt mondják, ilyen nincs. Ilyen nincsen, olyan nincsen, hogy én most ezt gondolom, és akkor szoktam mondani, hogy nem elég, ha ezt gondolod. Így van. Érezni kell, érzelmi szinten valójában meg kell élni, hogy ezt te így érzed. Ez így pontosan így van. És pont ott Kemencén volt egy ilyen sarkalatos pont, az egyik ebédnél ugye a palacsinta. Na, azt is mi már mindenből csináltuk, a feleségem nagyon édes próbálkozott ilyen keményítőből csináltunk, tehát ilyen borzadály, tehát ez a műanyag hegyek, és kihozták a palacsintát. Na mondom, úristen, mikor ettem utoljára palacsintát? Veszek meg, ha nem eszem. Ott, igen, de ott jött egy ilyen, hogy hát most nem is tudom, hogy megegyem-e, mert nehogy WC legyen a vége. És akkor mit csináltam? Fölálltam, bementem a WC-be, belenéztem a tükörbe, ezt jó, kirögtem magam, mondom, ne csináld, mert itt a tuti palacsinta, megettem, aztán jó is volt, jó is esett. Ez csodás egyébként, azt nem hiszik el az emberek, hogy az érzelmeink irányítják a biológiánkat. Pedig hát olyan nehéz az embereknek megmagyarázni, hiszen amikor van egy olyan érzelmed, amikor zavarba hoznak, simán elpirulsz. Azt elhiszik, hogy az arcodban az ereket egy érzelem ki tudja tágítani. Pedig az is egy fiziológiai folyamat. Azt mindenki így elpirul? Hát persze, elpirul. És amikor azt kérdezem, hogy azt hiszed, hogy az érzelmeid többre nem képes, hogy csak elpirítani? Hát ne gondold. Ez csak a kezdet. Így van, meg ők oda pirítani is képesek, úgyhogy jó oda pirítottunk itt a betegségeknek. Hát nagyon örülök, hogy beszéltünk, és köszönöm szépen, hogy elmondtad nekünk ezt a dolgot. Remélem, hogy nagyon sok embernek a hasznára válik, akik kétkedők, akik azt mondják, hogy nem, ilyen nincs is a diabétesz, gyógyíthatatlan, neked is ezt mondták. Hát, laza 20 éven át ezt hallgattam. Hogy... Tényleg, mit mondanak azok az orvosok, akik most látják a te cukrodat? Nem értik. Elmondod nekik, hogy mi a sztori? Elmondom, hogy mi a sztori, és a mostani diabetológusom, ő szokott velem példálozni. Értem. De biztos azt mondja, hogy a Robi volt csoda történt.
Nem is tudom, ő inkább ezzel úgy viccelődik, hogy nekem ő fölírja a receptre a horgászást, mert ugye volt az a sztori, amit meséltem, hogy ott le kellett magamról venni az inzulinpumpát, mert egyszerűen folyamatosan hipóztam, és második nap után nulla inzulint adtam a maradék 5 napban. Úgyhogy normálisan ettem, stb. Pedig akkor még a GNM-et se ismertem. Szép. Magyarul akkor ő sem tud más mondani, ezt kénytelen mondani, hogy a Robi önelőből legyőzte a diabéteszt. Igen. Legalábbis jó utoljára felé, hogy legyőzze. De ez már csak időkérdése. Ez már csak időkérdése. Ami azt jelenti, hogy a diabétesz önerőből legyőzhető. Abszolút. Hát akkor zárjuk ezzel, ennél jobb végszó nincs szerintem ebben a kis riportban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszéltél. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ezután a hangfelvétel után nagyon nehéz megszólalni, hiszen Robi rengeteg olyan információt elárult, elmondott az ő betegségéről és gyógyulásáról, ami nagyon sok embernek a hasznára és gyógyulására válhat. Szeretném még egyszer és nagy nyomatékkal kifejezni azt, hogy sem én, sem Karesz nem javasoljuk senkinek, hogy a webkonferencia meghallgatása után dobja ki az inzulint. Sőt, semmilyen hormonkezelést nem dobunk ki az ablakon egyik napról a másikra. Ez inzulin terápiának az elhagyása személyes megbeszélést igényel, tudni kell, hogy mennyi a napi inzulin szintje, hogyan változik, egyáltalán mik a konfliktusok, és a konfliktusok megoldása nélkül senki, de senki ne fogjon hozzá az inzulin terápiának a módosításához. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan remélem, hogy nem lesz az, hogy ennyi inzulin szedek, hogy hagyjam el. Tehát ilyen kérdés... A válasz oldja meg a konfliktusát, és utána megbeszéljük. A másik dolog, amit még szeretnék elmondani, az az, hogy az ellenszegülésem alapvető mechanizmusa az én mindennel szembeni ellenfogadásom. Uh-huh. Nagyon sokszor ott kezdődnek a problémák, hogy nem tudom elfogadni azt akár egy ilyen előadás vagy egy tanfolyam után, hogy a gyógyulás az én kezemben van. Nem akarom elhinni, hogy ez ennyire egyszerű, nem tudom elfogadni. Aztán jön a másik, de én nem tudom azt a konfliktuson megoldani, mert ha rágondolok, még most is kell ezt beáll a gyomrom. Ezek a hozzáállások, ezek nem a gyógyulás felé vezető útra visznek el bennünket. Az sem kivitelezhető, hogy folyamatosan az ellenállását mutatom, és van a passzív ellenállás, az azért sem, és van az aktív, aki hangosan kimondja, ezek a nehezen kezelhető emberek, ezt neurotikus embereknek nevezzük. Gyakorlatilag azt kellene megoldani, hogy mélyen magunkba tekintünk, és odafigyelünk arra, hogy ez az állapot, ez miért alakult ki, hogyan működik ez a hétköznapjaimban, hogyan mutatom meg az ellenfogadásom mélységét és mértékét az átlagos napok szintjén. Mennyi dolognak állok ellen, mennyi dolog van az életemben, amit nem akarok, hogy jelen legyen benne, amit szeretnék eltaszítani magamtól. Azokat a helyzeteket, amelyeket én úgy érzem, hogy jobb lenne nélkül. Sokszor van ilyen, hogy egy tanfolyam után odajönnek hozzám, hogy nem akarom elvinni kezdetű mondattal indítva, hogy ennyire egyszerű lenne a cukorbetegségem problémája. Vagy akármilyen más probléma. A cukorbetegséggel kapcsolatos kérdések érintettek meg a budapesti tanfolyamon is. Rengeteg cukorbetegséggel együtt élő emberrel találkoztam, és nagy többségüknek nagy feladatot, nagy kihívást jelentett az elfogadás. Az önmagam elfogadása az egy nagyon katartikus pillanat mindannyiunk számára. Pontosan azért mondom ezt ekkora hangsúllyal, mert a cukorbeteg azt sem tudja elfogadni, hogy ő cukorbeteg. És megint az ellenszegülés az ellenfogadás síkjában mozgunk.
a gondolatmenetet és ezt a mai rendhagyó webkonferenciát egy Lőke Csaba idézettel szeretném zárni, és az pedig így hangzik, hogy a szenvedés mértéke és hossza egyenesen arányos azzal a távolsággal, amilyen messze kerültünk a szeretettől, amilyen messze kerültünk az elfogadástól. És azt gondolom, és ez már a saját gondolatom, hogyha időt szakítanánk arra, hogy ezeket a konfliktusainkat megoldjuk, ha lépéseket tennénk az elfogadás felé, ha lépéseket tennénk a felé, hogy a lelki megrázkódtatásainkat egyenként megnézzük, hogy egyáltalán van-e még hatása annak a történetnek a mai napomra, vagy nem csak a fájdalmakat, a traumákat, a veszteségeket, az ellenfogadásokat, a negatív hatásokat tekintenénk meg, hanem azokat is, amelyeket mindezek az események ajándékként hoztak az életembe. Én azt gondolom, hogy a germánium tudomány is egy ilyen ajándék az emberek számára, a biológiától, és a cukorbetegség sem az Isten büntetése, hanem egy lehetőség arra, hogy valamit újra kezdjünk és másképp csináljunk. És megtanuljunk elfogadni.